Lengyelországban gyorsan romlik a helyzet, meglepte ez még az orvosokat is. A leginkább fertőzött régiókban már nem tudnak új betegeket felvenni a kórházak, és meglehetősen sok fiatal van a kórházakban. A lakosság 52%-a kapott eddig oltást, minimális a harmadik körös oltások száma, tehát ebből a szempontból sokkal rosszabbul áll Lengyelország, mint Magyarország. Egyre súlyosabb a helyhiány a lengyel főváros központi kórházában. Az intenzív osztályon mostanra kizárólag koronavírusos betegek fekszenek, és az orvosok szerint nincs lehetőségük arra, hogy további pácienseket fogadjanak. Naponta 10-12 hívást kapunk, hogy betegeket hoznának hozzánk, de sajnos vissza kell utasítsuk őket, mert nincs elég helyünk. Egy másik aggasztó tény, hogy a betegeink egyre fiatalabbak. Jelenleg az intenzív osztályon ápoltak átlag életkora 38 év, mondta az intenzív osztály vezetője. A főorvos szerint a kórházi dolgozók egyre nehezebben bírják a nagy terhelést. A kollégáink kimerültek, mert senki nem állt készen egy olyan járványra, amely több mint egy évig eltart. Ráadásul két hullám között fellélegezni se volt idejük, mondta az osztályvezető. Lengyelországban október elején robbant be a koronavírus járvány új hulláma. A delta variáns terjedése miatt a napi megbetegedések száma azóta rohamosan emelkedik. Csak hétfőn több mint 13,500 új esetet regisztráltak, és 220 ember vesztette életét. Jelenleg 11 000 beteget ápolnak kórházban, akiknek majdnem egy tizede szorul intenzív ellátásra. A lengyel egészségügyi miniszter a múlt héten arról számolt be, hogy a negyedik hullám várhatóan november végén vagy december elején tetőzik az országban, akár napi 40 000-es fertőzött számmal. A tárcavezető szerint ezért a közeljövőben drasztikus járványügyi intézkedésekre lehet szükség. Az egészségügyi hatóságok most szeretnék felgyorsítani az oltási kampányt is. A 38 milliós lakosságnak ugyanis még mindig csak 52%-a kapta meg a vakcina mindkét dózisát.